Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóimat, nézőimet. Szeretnénk a Rákosi rendszerről beszélni, ami az egypárti diktatúrának a megvalósulása volt Magyarországon. Az első ilyen, ugye, mert később aztán követni fogja egy második, a Kádár rendszer. Azonban, hogyha egy átlag magyar lakosnak föltennénk a kérdést, hogy aki ismeri egyáltalán, hogy ki ez a két vezető, nyilván szinte 100%-ban a Rákosi rendszer tartanák az igazi egypárti diktatúrának, annak minden negatív következményével együtt, és erre meg is van az alapjuk. A Rákosi rendszer a névadójáról ugye néhány szót. Rákosi Mátyás egy olyan illegális kommunista volt, ugye a kommunista mozgalmat betiltották a Horthy korszakban, aki több pártársával, elfbarátjával, elftársával együtt visszatért a Szovjetunióból, miután ugye Magyarországról kiszorították a náci hadsereget, és kezdték a felszabadítást a szovjet csapatok, amiből aztán később egy újabb megszállás lesz. Ugye ez a társaság, mondhatjuk, akik visszaérkeztek, őket moszkovitáknak nevezik a történettudomány, egy kis éllel, iróniával, de ez még belefér. Ezek a moszkoviták tulajdonképpen egy erőteljes sztálini agymosáson mentek keresztül, és egy olyan rendszert hoztak létre, ami tűzzel, vassal a sztálini Szovjetuniónak a magyarországi, vagy látjuk majd más országokban, Lengyelország, Kelet-Németország, Bulgária, Csehszlovákia a helyi jellegzetességei, tehát a sztálini modellt szerették volna megvalósítani, mégpedig meggyőződésből ők totálisan ráálltak arra, már akik életben maradtak, hiszen sok Szovjetunióba emigrált kommunista 30-as években koncepciós perek áldozata lett, például Kun Béla is, de róla most ne essék szó. A Rákosi rendszer tulajdonképpen egy átmeneti kor után kezdődött, amivel most nem szeretnénk foglalkozni. 1945 és 48 közötti korszak nevezhető, de inkább 47-ig az a fajta látszólagos többpárti demokráciának, amikor már egyre inkább érvényesül a kommunistáknak az uralma, mégpedig nem a nép által támogatott módon, hanem egyetlen nagy aduász volt az ő kezükben, a megszálló szovjet hadseregnek a háttér támogatása. Ezt maximálisan ki is használták. Ezen az első képen láthatunk egy harcos tüntetést, ahol ugye van ez a jellegzetes felirat, hogy fizessenek a gazdagok, váltsák be az ígéreteket, el kell kobozni ezt vagy azt. Tulajdonképpen ezek a harcias felszólítások kommunista párt által gerjesztett propagandát fémjelzik, ami őszintén szólva nem nagyon hatott a helybeli emberekre, viszont olyan módon igen, hogy hát ahogy a háború után voltunk, rendkívül hogy a szegénység, a nélkülözés, és könnyű az emberek gyűlöletét, indulatait fölkelteni, ám mit sem ért volna ez, ha nem látták volna, hogy a kommunista párt maroknyi csapata mögött egy valóságos világhatalom, a Szovjetuniónak a teljes támogatása áll. Hogy jogilag hogyan zajlott le az egypárti rendszer, ez egy nagyon fontos állomás volt az 1947-es úgynevezett kékcédulás választások. Ezek a kékcédulák, ma is hozzájuthatunk természetesen másolati példányokhoz a terrorházánál, az Andrássy úti múzeumban. Az elnevezés hát meglehetősen pejoratív, azt jelenti, ez egy választási csalás volt. 1947-ben azok kaphattak ilyen kék cédulát, akik a saját választó a lakóhelyekön kívüli körzetben is ugye választhattak, de ezt valamiképpen nem korlátozták. Ma ennek a rendszere úgy történik, ha valaki máshol szeretne szavazni, akkor bejelentkezik, hivatalos papírokat kap, és természetesen csak egyetlen egyszer adhatja le a szavazatát. Azonban 1947-ben ez úgy történt, hogy a kommunista lelkes szimpatizánsokat teherautóval hordozták választási körzetről választási körzetre, vidéki helyről városi helyre, és így tovább. Így rengeteg szavazatot hamisítottak, és még így sem sikerült a totális győzelem, koalíciós kormány jött létre. Igazából ez a lépés csak egy út volt a további fordulatig, amely 1948-ban jött létre. Ez már a többpártrendszer teljes megszüntetését jelenti, kialakul a monolitikus egypárti
rendszer, a kommunista rendszer. Szabályokban, alkotmányban is rögzítik törvényben, hogy ugye egyetlen párt létezhet, az MDP, a Magyar Dolgozók Pártja, amely két korábbi pártból olvadt össze, a Magyar Kommunisták Pártjából, az MKP-ből és az MSZDP-ből, a Magyarországi Szociáldemokrata Pártból. A Magyar Dolgozók Pártja tehát lesz az egypárti rákosi sztálinista diktatúrának a legfontosabb központi vezető szerve, ennek is nyilván a csúcsvezetése. Igazából egy pártállam jön létre, a pártállam kifejezés azt jelenti, hogy nincs elválasztva a hatalomnak azok az ágazatai, amik még már a felvilágosodás óta lassanként beleívódtak a demokráciába, a demokratikus módon vezetett államokba, törvényhozó, végrehajtó hatalom és a bírói hatalom, hanem mindent, ezek megvannak ugyan, formálisan működnek, de a pártnak az ideológusai és legfőképpen a vezetése, amelyek szűkebb körben, 1-2-3 fős kör volt ez Magyarországon, de leginkább ugye Rákosi Mátyásnak az akarata döntött. Ez a párt irányítja az említett szerveket. Tehát van országgyűlés, van kormány, de ezek csak díszletként működnek a rendszerben. Annál inkább valóságos és nem díszlet az AVH, ami egy tulajdonképpen árnyékhatalom, az államvédelmi hatóság, ami egy retteget szervezet, egyszerre titkos rendőrség és megtorló csapat, egyszerre rendfenntartásra és nyomozati célokra, ugyanakkor ugye az elítéltek őrzésére is olyan kényszer munka táborban, mint például a híres Recski tábor alkalmas, és erre is alkalmazzák az AVH-t. Korábban is, 40-es évek végén már volt kommunisták által vezetett belügyminisztériumnak egy államvédelmi osztály nevezetű szervezete, és ez alakul át majd a félelmetes AVH-ra, aminek a majd később említett Péter Gábor lesz a teljhatalmú vezetője, Rákosinak az elvtelen és talpnyaló kiszolgálója. A rendszerváltás után, ha használhatjuk ezt a szót, de ugye ez egy negatív értelmű, az egypártrendszer durva kialakítása, a szabadságjogok megvonásával jár természetesen, de emellett két fontos, ennél még megfoghatóbb területnek az azonnali átalakításával, ez pedig a mezőgazdaság és az ipar. A mezőgazdaságot ugye kommunista, sztálini modell alapján államosítják, ez az államosítás szövetkezeteket jelent. A szövetkezeteket valamiféle felsőbbrendű és nagyon modern és előremutató dolognak tartották, hogy megszüntetni a földtulajdonosok, parasztoknak azt az évszázados álmát, hogy mennyire akartak és mennyire normális, hogy ők a saját földjükön termelhetnek és eladhatják a terményeiket. Úgy gondolták, hogy ezt a rendszert át kell alakítani, de természetesen nagyon sok mindent ezzel nem értek el. A termésátlagok csökkentek, vagy a Szovjetunióban is, így maradt a kényszerű beszolgáltatás és a jegyrendszer. A jegyrendszer a Rákosi korszaknak egy visszatérő állandó jelensége lett, gyakorlatilag arra volt alkalmas, hogy az áruhiányt, ami a kevesebb termelés és az erőltetés dacára be nem induló megfelelő termelékenység és javaknak a beszerzését egyfajta állami elosztással tette lehetővé. Az iparban pedig, ugye szintén szovjet mintára létrehozzák az úgynevezett 5 éves terveket. A fő cél, ki is mondják, hogy Magyarországot a vas és acél országává kell tenni. Ennek jó példája Sztálinváros, ugye ez Dunai városnak volt a leánykori neve. Korábban Dunapentelének hívták, egy viszonylag kis település volt, abból fejlesztettek föl egy ipari sztálinista mintavárost, ez lett Sztálinváros, és ide az ország számos területén érkeztek a jókedvű, daloló fiatalok, akik fölépítették ezt a várost, ugye a kommunizmus és Sztálin nagyobb dicsőségére. A hatalmat 4 ember vezette, azokon belül is ugye leginkább Rákosi Mátyás.
Ezt a hatalmi trojkát, a trojka orosz kifejezés egy hármast, háromfogatú szánt jelent, amit három ló húz. Szűkebb értelemben hatalmi háromszögnek is nevezhetjük. Az első három ember, ugye Rákosit látjuk a képen, Gerő Ernőt és Farkas Mihályt. Farkas Mihály volt a honvédelmi miniszter, Gerő Ernő a tudományokkal kapcsolatos ideológus, egyébként NKVD ügynök is volt, tehát a szovjeteknek kémkedett. És a negyedik ember volt, ugye, aki nem volt benne a hatalmi trojkában, pusztán kiszolgálta azt, ez Péter Gábor, aki egy alacsony származású, tehát tanultságára értem, viszont nagyon nagy karriert futott be, és aki a Tanú című filmet látta, az nem felejti, Virág elvtársnak volt ő a modellje, tulajdonképpen róla mintázták azt a filmben legalábbis jóval szelidebbnek tűnő alakot. Valójában az államvédelmi hatóság egy kőkemény elnyomó szervezet volt, ahogy említettem már. Látjuk is a ma is ismert híres múzeum, a terrorháza a helyén volt, ugye az Andrássy út 60-ban, nem mellesleg a Horthy rendszer idején, annak vége felé itt a nyilasok rendezték be központjukat, így a múzeum teljesen jogosan ezt a két elnyomó rendszert állítja párhuzamban, és ennek a díszleteit, működésének a relikviáit, illetve kellékeit mutatja be. Az AVH tulajdonképpen, ugye látjuk, durva eszközökkel működött, a kommunista párt ökleként, ahogy ez a plakát is mutatja, és abban a szellemben működött, hogy egy erőszakkal át lehet nevelni az embereket, vagy legalábbis el lehet nyomni azokat a kommunista ellenes érzelmeket, amelyek ösztönszerűen törtek föl, hiszen Magyarországon rövid tanácsköztársaságnak a három hónapjától eltekintve nem volt annak hagyománya, hogy a kommunista gondolat széles tömegeket megnyerjen, és ennek átadják az életüket, és ezt önként és dalolva elfogadják. Ez egyébként más országban sem volt, kommunizmus világtörténetéről csak most dióhéjban annyit, hogy mindig egy szűk elit csapat szerezte meg erőszakkal a tömegek fölötti irányítást, és soha nem egy többségi forradalomra támaszkodott ez a fajta hatalom megszerzés. Láthatunk két fajta AVH-s embert, illetve katonát, az úgynevezett kék AVH és a zöld AVH között az volt a különbség, hogy a zöld AVH-sok voltak a határőrök, egyébként sokszor besorozott embereket is, tehát akik nem önként választották, hanem egyszerűen ide sorozták be őket kiskatonaként, és a kék AVH-sok ugye voltak a rettegettebb brigád, akik az elnyomás és a polgároknak a korlátozásával, illetve büntetőtáborokban őrként foglalatoskodtak. A megfélelmítés nélkül nem működhetett volna ez a rendszer. Tehát az ipari átalakítás, a magántulajdon megszüntetése, a kisüzemek, majd először a közepes üzemek, majd a legkisebb magánvállalkozásoknak is a betiltása, ugye azonnal az életszínvonal csökkenéséhez vezetett, és az áruellátásban akadozások keletkeztek, de ezt úgy kompenzálták, hogy mindenhol ellenséget kerestek, és ezek az ellenségnek ugye a leleplezésére látványos koncepciós pereket hoztak létre, illetve elterjedt eszköz volt a kollektív büntetés. Kollektív büntetés az egyik legszörnyűbb dolog, amit a náci rendszer is alkalmazott, nemzetiségek ellen is bevetettek a világháború után, ugye a magyarokat is több más államból, Csehszlovákiából is kollektíven büntették meg, és űzték át a Duna túlsó partjára, a lakhelyük kényszerű elhagyására. Itt a Rákosi rendszerben a régi Horthy rendszerrel lazábban kapcsolatba álló széles néptömegeket is kollektív büntetés alá vetettek. Így például, akik hivatalt vállaltak, vagy tisztviselők voltak, vagy előkelőbb származású polgári, vagy nemesi emberek, őket sokszor kitelepítették a budapesti lakásaikból, sokszor lepusztult tanyákra, istállókba és más ilyen helyeken kellett élniük. Ezek voltak ugye a híres kitelepítések, ami egyfajta büntető intézkedés volt. Egy fokkal még jobb, mintha valakit kényszermunkatáborba küldtek volna, vagy börtönbüntetésre. Megindulnak már a rendszer
legkorábbi időszakában a koncepciós perek, amit, mint hangsúlyoztam, az egész kommunista történelemnek egy elmaradhatatlan kelléke. Több területen is szeretném ezeket bemutatni, mert a társadalomnak szinte minden szeletében talált ellenséget magának ez a mechanizmus, és ezekkel a perekkel, amiket nyilvánosságra hoztak és megfelelően dokumentáltak, azt akarták ugye elterjeszteni, azt akarták hangsúlyozni, hogy mindenhol ott van az ellenség, ahogy talán idéztem már Sztálint, az ellenség az osztályharc fokozódása, éleződése elkerülhetetlen, ezért tulajdonképpen ahogy megyünk a vágyott jó állapot felé, úgy lesz egyre nehezebb is és egyre keményebb is a helyzet. Ez elsőképpen ugye a klerikálisok, tehát a vallásos emberek elleni elkeseredett harcnak láthatunk két bizonyítékát, a híres Mindszenty József elleni per, akit ugye keményen megkínoztak és fogságban is tartottak hosszú ideig. Magyarország katolikus egyházának az egyik leghíresebb főpapja volt, majd a másik képen a szerzetes rendek feloszlatását látjuk, tulajdonképpen apácákat, papokat is szélre keresztettek, így a megélhetésük teljesen bizonytalanná vált. A koncepciós pereknek a másik fő iránya az az úgynevezett kémek árulók, ez is egy jellegzetes kommunista agyszülemény, hogy a belső ellenség is ott sertepertél, és le kell őket leplezni. A leghíresebb ugye a Maort per, ami tulajdonképpen egy vegyes vállalat, magyar-amerikai részvénytársaság, még a 40-es évek végén működhetett Magyarországon, és ez elég alapot mutatott arra, hogy itt is árulókat, kémeket találjanak, nem tűrték egyszerűen a magántulajdonnak, főképpen ha az nyugati és főképpen amerikai eredetű volt, a legkisebb írmagját is el kellett távolítani, és erre is koncepciós pereket hoztak létre. Ennél még jelentősebb társadalmi csoportot ért el a kulákok elleni harc. A kulák ugye egy orosz szó, azt jelenti, hogy ököl, tulajdonképpen egy gúnyos szó, a gazdagabb parasztságra alkalmazták még a sztálini Szovjetunióban, a szót átvették idehaza is, és óriási harcot, büntető hadjáratot indítottak a kis tulajdonos parasztság ellen, és tulajdonképpen akinek már egy picivel több vagyona volt, és azt ne adj Isten, nem akarta egyből a közösbe a termelőszövetkezet beadni, könnyen válhatott koncepciós pernek az áldozatává. És a másik képen láthatunk, szintén a Tanú című filmben emlékezetes jelenetre emlékezünk, amikor átnézik a padlásokat, pincéket, és ott elrejtett élelmet keresnek. Ugye ez volt a hírhet fekete vágás, ami azt jelentette, hogy nem a saját használatára, a saját házi állatát nem vághatták le a parasztok, hanem azt be kellett szolgáltatni, és ellenkezőleg ugye esetleg padlássöprésre is sor került. Padlássöprés, ez egy hírhet kifejezés, és az utolsó szem gabonát is sokszor elszedték azoktól az emberektől, akik rejtegetni akarták az élelmet, és a beszolgáltatásnak valamiképpen ellenálltak. Nagyon sajátos hangulati eleme, hogy ezek mellett a kemény intézkedések mellett egy mesterséges öröm és egy ilyen kényszeredett vidámságban is kellett a Rákosi korszak emberének töltenie a napját. Tehát itt láthatunk képeket erről, hogy a kulákság elleni harc az egyben ilyen gúnyversekkel, ilyen propaganda szólamokkal is kiegészült, illetve egy következő koncepciós per irányzatról se szabad elfelejtkezni, hogy a magyar kommunista rendszernek is, ugye a Szovjetunióból importált változata jól mutatja, hogy itt is megtalálták azokat a belső ellenségeknek, immár kommunista úgymond árulóknak az elleni csapás irányt, itt a Rajkperre utalnék, illetve az úgynevezett Tito bérencekre, akik ugye Tito kommunista vezér
aki szintén, bár kommunista volt, de Sztálinnak nem volt túlságosan nagy barátja, így bárkire rá lehetett ezeket a bélyegeket sütni, és ebben az esetben pedig megindulhatott a koncepciós pernek a gépezete. Láthatjuk ugye, a rendszer egyes ellenségeit munkatáborokba vitték, a Recski munkatábor ma is látogatható Eger közelében, a Mátra alján, hát nagyon tragikusak ezek a képek, láthatjuk, hogy az itteni ellátás és pricsek, azok ugye a koncentrációs táboroknak a belső berendezését idézik. Itt láthatunk egy olyan kínzás fajtát, a híres gusba kötést, amit hát menetrendszerűen alkalmaztak a renitenseknek a megszabályozására, vagy egyszerűen csak önkényességből. A kultúra és a közéletnek a büntetések, megtorlások mellett nagyon fontos eleme volt a személyi kultusz. Minden kommunista diktatúrában, ez is Sztálin mintájára, kialakultak a kis helyi sztálinok, akik ugye a nagy Sztálinnak a magyar, lengyel, kelet-német, csehszlovák legjobb tanítványai. Magyarországon ez Rákosi Mátyás volt, akinek a képe művészeti alkotásokban, versekben, dalokban jelent meg. Láthatjuk, hogy a saját szobor előtt áll a diktátor, és a 60. születésnapján 1952-ben volt tulajdonképpen ennek a nyitánya Rákosi elvtársnak a születésnapjára. Ugye demonstrációk keletkeznek, fölvonulások, gyerekek énekelnek dalt, sőt még ugye a verspályázat is indult, némely költő, aki aztán a későbbi Kádár korszakban is ugye továbbra is alkotott, aztán nem győzte szégyelni, takargatni ezeket az alkotásait. Nagyon fontos az említett közéleti hát panelnek a megértéséhez egy újabb mozaik, a munkaversenyek. A munkaversenyek az addig is végletesen kizsigerelt embereknek a további hajszolására születtek meg. Gyakran önkéntes kommunista szombatokat, az önkéntest idézőjelbe kellett vállalni az embereknek, és tulajdonképpen arra késztették őket, hogy fölajánljanak különböző plusz munkaidőket annak a tiszteletére, hogy például Rákosi elvtársnak a születésnapja van, vagy valamilyen kommunista ünnep. További ilyen kizsarolási módja a társadalom lakosainak a békekölcsön. A békekölcsön ugye az amúgy is sokfelől megsanyargatott és árucikkekkel alig ellátott lakosságnak a további lehúzása volt. Tulajdonképpen hitelezés volt az államnak, a fizetésből egy bizonyos összeget úgymond kölcsönözni kellett, illett, szelid erőszakkal erre rávették az embereket a munkáján, és ebből aztán ugye tőkéhez jutott az állam, és ipari fejlesztéseket próbált, illetve hajtott is végre. A rendszer kultúrájához, hétköznapjához hozzátartozott, hogy régi keresztény szokásokat is, mint a karácsony vagy a keresztelő is megpróbáltak, illetve hát sikerrel is át tudtak keresztelni, így egyfajta nemzeti közéleti agymosásról is beszélhetünk. Ennek két fontos példája a fenyő ünnep, szovjet mintára került bevezetésre, illetve a névadó ünnepé, ami hát a nem kívánatos keresztelőt igyekezett valamiképpen pótolni, illetve helyettesíteni. Gyakran tartottak, ha még ez nem lett volna elég, a békekölcsön, meg ugye a keresztény jelképeknek a fölcserélése, úgynevezett szabad népfélórákat, ahol a pártnak, az MDP-nek a lapjából, a szabad népből valószínűleg végtelenül unalmas és száraz cikkeket olvastak föl pihenő idejükben a dolgozók, és ezeknek az elemzése és méltatásával töltötték az ideológikus szünetre tartogatott kis időszakokat. Aztán jött újra a munka természetesen. Az ifjúságot sem hagyja érintetlenül bármelyik diktatúra, ezt láttuk a hitleri Németországban és a sztálini Szovjetunióban, létrehozzák a Rákosi féle Magyarországon és az ifjúságot aktivizáló kommunista szervezeteket, az úttörő mozgalmat, kisdobos mozgalmat, majd a Demokratikus Ifjúsági Szövetséget, ami a középiskolásokat szervezte.
A nőknek is új szerepet adnak, az egész kommunizmus egyfajta felszabadító hát teológiával leplezte azt az elnyomást és azt az erőszakot, hogy megpróbálta a társadalmat megerőszakolni és megújítani, és ebben nagy szerepet kívánt a nőknek adni. A női szerepeknek a radikális átalakításában nyilván volt egy felülről vezérelt erőltetettség, amellett, hogy valóban számos új területet birtokba vehettek, de hát ennek a célja nem annyira az ő jobb létük és felszabadításuk, hanem egy ilyen állami ideológikus koncepciónak az igazolása volt, hogy az új szocialista embertípus, kommunista modellre, ugye mindenben, mindenkor egyenlő. Ez az egyenlősítés ugye nem volt tekintettel például a fizikai, biológiai sajátosságokra, sok nőnek a szervezete tönkre ment a képen látható munkákban. A rendszernek a propaganda oldalához tartozott, végül, de nem utolsó sorban, hogy jelentős sportsikereket ért el az 50-es években, különösen az 50-es évek első felében a magyar sportélet. A leghíresebb példát szeretném bemutatni, ugye a híres aranycsapat, ami 1953-ban a híres 6-3-mal legyőzte az addig legyőzhetetlennek gondolt vagy mutatkozó angol válogatottat. Természetesen, amellett, hogy végigverték a világot, és más komoly sportolók is, például a Helsinki olimpián a legtöbb aranyérmet szereztük, 16 aranyérmet szerzett Magyarország, ezek mindenképpen a nemzeti dicsőséghez tartoznak azóta is, de a rendszer ezt megpróbálta és meg is tette, ahogy a hitleri Németország és az 1936-os Müncheni olimpiát, hogy megpróbálta a Rákosi korszak és az aranycsapatot és a Helsinki olimpiai sikereket úgy kihasználni, hogy ez a szocializmus, kommunizmusnak a siker ágazata. Természetesen erről szó sem volt, ezek a valóban nagyszerű sporteredmények inkább annak dacára születtek meg, hogy a rendszer totálisan elnyomta az emberi szabadságjogokat, megszüntette a választási lehetőséget, gazdaságilag kizsigerelte az embereket, és ami a legszomorúbb, egy olyan eszmének az érdekében, amit papíron valamikor a múlt században német filozófusok megalkottak, ugye ez a marxizmus, és aztán Szovjetunióban egy meglehetősen kemény módon Lenin ezt átváltotta a gyakorlatba, Magyarországon azonban és a más kelet-európai országokban ez kívülről jött, rá lett erőltetve a társadalomba. Most idáig jutottunk, a következőkben azt fogjuk áttekinteni, hogy hogyan vezet ez a rendszer egy belső föllazulás reménye után, kitör gejzírként belőle majd az 1956-os forradalom. Nagyon köszönöm a figyelmet, mindenkinek minden jót kívánok!